menj, Neni, nem iszom alkohol. Na, várjomos, az a rendelet, hogy ihat alkohol. Majd ha nem szabad, az szigorúan be kell tartani. Ne kérem, nekem haza kell, mert inkább lemondok a reggeliről. Jön idejél! Én fél kézzel 80 kilót tudok felemelni! Én magát ide nem passzírozom! Lefogom! Azt majd a nővérke magába tölt. Na, ne, 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 ne. Vizet, megmérgeztek, vizet! Na, most már vetkőzik? De mit akarnak tőle az a vetkőzése is? És alkoholt itattak velem. Na, vetkőzzön, na! Ne, 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 tessék, kérlek, nekem haza kell menni. Ha én kérem, az én kedvemért. De hát jöjjön már be valaki, hát kérem szépen. Ismeri a méltóság az urat? Persze, hogy ismeri, és azt mondja, vissza fog jönni. De csak egy óra múlva lesz vizit. A vizitnek már vége, villás reggeliről volt szó. Jó van, kap inni! De hát hagyjanak már békiben, kérem. Ha jöjjön! Hát engedj egy ilyen medves rizling, hogy savanyodna meg. Azt hiszem, ebben az új beteggel sok bajunk lesz. Látszik rajta, hogy idült, alkoholista, de egy istenek se akar inni. Sajnos ezek a zugivok a legrosszabb betegek. Alig tudtam belediktálni egy fél pohárkával. Menjen, mondja meg Lajosnak, hogy adjon neki még egy fél deci pálinkát, aztán engedjék szabadon mászkálni. Ha italt kap és nem érzi rabnak magát, akkor biztosan megnyugszik. Igen, így lesz, méltóságos uram. Igen? Szűk. Felügyelő úr? Igen, egy Halmosné nevű hölgy járt nála. Hogy az a... Mi? Hogy az nem a nagynénje, hanem a nővére? Igen, csak egyetlen új beteg érkezett. Micsoda? Hát, hát ez fantasztikus. Hát nagyon jó munkát végzett, igen, köszönöm. Na legyen csak nyugodt! Majd én belemegyek ennek az álbetegnek a trükkébe. És amikor nem is számít rá, akkor csapok le rá. Igen, még egyszer nagyon szépen köszönöm, igen. Na, ezt a pimasságot. Felvétet így!